Mi igyekszünk meghálálni majd ezt a segítséget, és elmondom az intézmény részéről azt, hogy én hétfőn egy 138 milliós értékű pályázatot fogok beadni, innovatív iskolák fejlesztése címszó alatt, és ebben a pályázatban kiemelt szerepet játszik a sport, a tanulók egészségi nevelése, egyáltalán a mozgás igényének a kielégítése. Többek között ilyenekről van benne szó, hogy bizonyára majd többet fognak járni vendégek Nyíregyházán, hogy a kerékpározás kérdése. Az utóbbi időben rengeteget fejlődött a rengeteg utat építettünk itt kerékpárokat, önkormányzat segítségével, és akarok pedig, hogy mindenki. Hiszen, hogyha a gyerekek... Hölgyeim és uraim, kedves Mozsik család és kedves fiatalok! Én úgy gondolom, hogy teli találat ez a névválasztás, és gratulálok az ötletgazdának, mert Mozsik Józsefet, én úgy gondolom, hogy mindegyikünknek kell tudni, hogy százszoros magyar válogatott, olimpiai bajnok, Európa Kupa győztes, volt szövetségkapitány, és pont a Péterrel készült mély interjúból tudom, hogy egy csodálatos édesapa volt, és a családnak a fontosságát itt ebben a közegben mindenféleképpen kiemelném, mert én azt gondolom, hogy ez igen-igen hozzátartozik ahhoz, hogy egy alkotó légkör alakuljon ki.